Én arra vagyok kíváncsi, hogy eddig az a fajta felszabadult játék, ami a tehermentesség volt. És ugye ezt ki is lehet emelni, hogy ez röpítette el idáig a Mauszt, hogy ez most megszűnik-e. Mert most vészesen közel kerültek a győzelemhez. Hát Nettingben nem az látszott most az interjúnál. És mondjuk az igaz, abban igazad van, hogy rajta kifejezetten nem látszik. De azért ott van négy másik társa, mert Nettingnak ez egy utalomjáték továbbra is, tehát igazából túl sok ezen nem múlik. De szerintem a többieknek is az lesz. Tehát... Nyilván a fődíjon kívül persze, nyilván az egy fontos tényező. A többiek, hát én azt gondolom egyébként, hogy most már elkezdhet, szerintem főleg a fiatalabb játékosok, mint például Rob, Sunny, adott esetben elkezdhetnek izgulni, hogy fú, gyerekek, lehet, hogy eddig felszabadultságból játszottunk, és nem is volt lényeg, hogy csak hogy kiussunk a csoportból, de most már meg is nyerhetnénk. Ez szerintem inkább az utolsó pályán, az ötödiken jönne elő leginkább. Most még annyira nem lehet rajtuk nyomás, mert itt még több lehetőségük van akár, és bármi más, amiközben már is megyünk be a pisztolykörbe. A Mauszt fog CT oldalról kezdeni, Vész pedig T oldalról fog támadni. Igen. És megérkezett a közönség is. Nagyon fontos, hogy ezt az atmoszférát átérezzék a magyar nézők is, meg mi is, mert tényleg fantasztikus. Tehát konkrétan nem lehet az elemzést hallani, mert elnyomja őket a nézősereg. Nothing hullik el Rain révén. Hát lekerítik szépen akkor ezt az át, és innentől kezdve Robs 19 HP-ra sebződik, megöli azért még Rain-t, Nikóval tud-e végezni. Mennének be rá, van választ Tikótól, talán még... De jó lett volna, hogyha még meg is tudja menteni a társát, és nem csak válaszol a trade-re, de így sem volt rossz. 3-3-ra visszafoglalásra van lehetőség, ugyanis Tikonál van devkit. Így van, sőt füst is. Talán még könnyebb lehet, akár rampát ki lehetne zárni, vagy akár bombára is rá lehetne dobni, viszont röviden is kim van Guardian, és van is róla info, Kerrigan tud ölni. Már említett rampáról, 2v3-ba, két irányba kell nézni, három játékos kell lelőni. Á, meg van Kerrigan, nem számít még egy játékos a rampán. És hát nem érkezik a Ninja Diffuse a füstben. És Nikó mit darál itt a Glockkal füstben? Nagyon kellett, hogy aztán a végén Nikó itt leninjázza őket. Ezzel újfent megnyeri a pisztolykört a Face Clan, és ezzel elkezdhetik építeni magukat. Érdekes ez a póló, ez a Mauszt Sports póló, mert amúgy meg ott van a Mauszt logó. Meg úgy a betűket is vélem felfedezni, de ez valami új dizájn lehet. Igen, ez a nézőknek készült, aztán jött a szurkolóknak. De igazából tehát most hirtelen nem lehet méretre, tehát normális név. Pedig itt a Photoshop poló fiatalember designer, vagy fiatal hölgy attól függ, hogy ki dizájnolt. Azért itt most élő kamerák voltak, de korábban a csoportkörben ugye azért rendesen oda volt a vörös póló Nothing nyaka alá photoshopolva. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis... Igen, tehát nem megcsinálni de... nehéz kidolgozni, hanem lényegében legyártani, miközben érkezik be a támadás Guardian. És Chroman pedig elégeti Krizsét. Uff, jó, hát jó, Robsnak annyi. Sunny Stiko. 2v5-ben, két Dezi. Itt hagyott játékos valószínűleg, mondjuk Sunny még egy játékos előtt el tud lőni. Rain-t. A Dezi Kevo combo pedig azért jó lehet még következő Eko körben, viszont ahhoz ki kell tudni menteni ezt. Guardian, illetve Kerrigan már kerítik V-t, vagy legalábbis úgy tűnik, mintha underpassbe érkezik Nikó. Ettől függetlenül a bomba robban, szóval igazából eléggé messze vannak, az idő is le fog járni, úgyhogy Stiko, ha jól csinálja, akkor lesz Kevlárja, lesz Desert Eagle-je is. És a második kör is biztosítva van a Faze-nél. De egyelőre ez még ízlelgetés, vagy hogy mondjam, tehát ez még nagyon korai, játék nagyon korai szakasza. És ugye a Face Clan választás ez a pálya, tehát értelemszerűen a Mauszt kezd, vagy dönthet el, hogy hol szeretnének kezdeni, és ők CT oldalt választották. Ami mondjuk, hát nem tudom, talán megkérdőjelezhető lehet. Megkérdőjelezhető, ez az egészben jó volt. Oldalon voltak erősebbek, főleg trénen is. Tehát hát lehet, hogy pont ezért. CT pálya. Mert akkor a második fél időben nagyobb a comeback potenciáljuk. Comeback potenciáljuk. Ez mondjuk már kiment ezért a metából, ez a észjárás. De figyelj, meglátjuk majd. 4 USP, egy Dezi, ez pont egy Dezivel több, mint amivel tudta a kört hozni már az előző pályán. Azt, hogy látom rajta, inkább ne is említsem.
Nagyon csúnyák. Hú, az az ekókör. Hát igen, tehát ezen a tier 1 szinten, amikor egy ilyen előfordul, az unikális. Azt kell mondjam, hogy... És volt egy döntőn, egy B5-ben, mert mondjuk egy random online mérkőzésen, jó random, hát nem... Igen, tehát... De nem is a B5, hanem... Mérkőzésen mondjuk. Ja, igen, az ott oké, de itt... Ó, oh, Sunny nagyon bátor volt, próbálta volna hát nem, megrázni. Itt egy indok arra, hogy nincsenek ráfeszülve. Hát jó, hát nem is az Echo körben lesznek ráfeszülve, ez teljesen egyértelmű. Illetve akkor már legalább, hogyha lezeúzózzuk Guardiant, az mekkora style gyerekeket. Hát az a lehet mémelni, az a lehet a csapatot motiválni. Nevetgélni, stb. Stb. Na jó. Igazából van Chris J-nek 5850 dollárja, tehát bőven meg tudja venni. Még Kevlarra is lesz pénz. Valószínűleg csak kicsit fog venni. Granát is befér majd mellé, miközben itt látjuk a replayt. Mekkora replayek, mekkora akciók. Egészen elképesztő. Foglalófüst középre. De nagyon egyértelmű támadásnak tűnik ez. Ezért nyilván megvárják majd a füstöt, vagy a összséggel gyújtót. Átmegy a füstön? Hörén. Simán lehet. Hárman egyszerre. Mennyit láttak ebbe vajon a CT-k? Nem sokat. Rob zöli meg Guardiant. Nothing hullik. Robs pozíciója viszont tudott. El fog égni. Na igen. Próbált volna még egyet gyilkolni, de nem sikerült. Minden többet kihozni abból a szituációból. Talán még kisülött volna ugrani, de kevésbé biztonságosabb dolgot próbált, amikor ez Stikó nagyon szép fejes Kerrigan-re. Mag-10-es játékos 3-3-ban pedig akár visszafoglalni is lehetne. Már az idő az csak telik, egy-kit van. Illetve egy T már kiment az itt kezdőre, ott lehet túrni Roman-t, van róla info. Egy játékosok viszont most nem néznek oda, ketten tartják rámpát, de miért? Rizsé is elhullik, Romantől nagyon szép volt a dupla, Rain megérkezik CT kezdőről, 4-0. Nagyon egyszerűen azért. Nem volt olyan nagyon régen az az ESL Pro League, májusban ugye konkrétan. Igen. Nem. De. Most gondolkodom. De a Pro League Final, igen, májusban volt. És ott találkoztak. 16-4. Mirázs. Ezért mondom, hogy azért félő, hogy... És ugyanakkor egyébként a Mau Sportsról is tudjuk, hogy egy jó Mirázs csapat, de valahogy a Face Clan ezen a pályán az, megtalálja az Achilles-szinát Mau Sportsnak. Szerintem azért egy ilyen... hát hogy mondjam, gyenge mérkőzés nem fog produkálni a Mau. Hát bízunk benne, vagy bízanak benne a Mau Sports rajongói. Most Pinszki egyenlítős vásárlásban vannak, tehát mindenki átlagosan 2000 dollárig vett. Kerrigan. Ez mégiscsak legyen esély. Ebben a körben is meghagyják maguknak az esélyt. De azért a következő körben is tudjanak bármit vásárolni, amit csak szeretnének. Guardian röviden két játékosra is találkozhat. Kérdés, hogy... Sunny. Egy. Az bizony nem Sunny volt. Guardian ezt így olvashatta volna. Sunny. Na, 2-3. Sunny felkap egy alkát, rossz pedig lekerülheti a téket, és ott egy fejes a 5-7-nál hozható Sunny-nak így, az 1v2. Bumba, tészpannon vissza kell érte menni. Sunny pedig át fog menni a füstön, a két hét el tudja zárni egymást, akkor ez még akár jól is elsülhet, bár hogyha ő fog szendvicsbe kerülni a két té közé, akkor viszont már lehetnek bajok. És azért a két helyzet nincs messze azért egymástól. Sunny... Elcsíphetik Romant, el is csípi! És megvan Nikorról is! Oh, az igen! Pinni játékos nagyon könnyen hozhat, hát jó, nem nagyon könnyen, nagyon szépen hozhat. AK, az AK ellen mind a kettőjüknek ugyanannyi esélye van nagyjából. A Sunnyban két golyó kell testre, Nikóban csak egy. Nem mind a ketten egy-egy lövés kell, hogy csak leadjanak, hogyha fejre lőnek. Sunny. Meg lesz neki Nikó. Úristen, micsoda timing, gyerekek! Az is sebesség is. Ez a reakcióidő. Ez gyakran csinálja Sunny, tehát hogy ezzel guggolok. Szépen az objektum mögül ki. Bejött neki új fent. A diffuse is megvan. 4-1. Nagyon hiányzott már az a kör, az az egy kör, ami beindíthatja Mau Sportsot, és véletlenül be is fogja őket indítani. Pedig láthatjuk Sunny-nak a Desert Eagle fejlövését. Majd még egyet, úgyhogy akkor összességében 3K-t lőtt. 4-et, bocsánat, igen, el is felejtettem.
Hát Sunny Curry van, gyerekek. Az észjátékos. Micsoda észjáték, gyerekek. Azt a betyár. Lehet, hogy már is érkezett egy időkérés. Nagyon úgy tűnik, mert Curry igen beszél, tehát mozog most a szája. Nem tudom, mit kell nagyon kitágyalni. Hát most a szány húzott egy egyéni nagy megmozdulást. Ilyenek történnek. Ez egy, ez de igen, de ez egy milyen kör azért volt? Ez egy pénzkiegyenlítős vásárlás volt. Ugye a Faze már, már egy BO, már négy pálya alatt kétszer elkövetett olyan hibát, amit ezen a szinten... Jó, pénzkiegyenlítő vásárlást azért szoktak nyerni. Tehát az 5 USP volt az, ami... Jó, oké, volt kettő Kevlar, meg viszont nem CZ-jük nem is volt. Tehát... Azért ez para. De volt egy Sunny-juk. Igen, mondjuk ez jogos, és odavert Sunny keményen. Természetesen anyagi gondjai nincsenek a Faze-nek, legalábbis ebben a körben. Úgyhogy tudtak vásárolni Chris J. kapta vakítót. Elég gyors. Rénynek annyi. Hol a trade? Nincsen válasz, egyelőre legalábbis. Kerrigan áttolja a füstöt. Rövidre nézelődik, és megtalálhatja a Leather Room-ba. Nem! Nothing konnektorból, hát... Az még tökéletes, hogy Nothing van konnektorba. Ugye általában ezt Sunny szokta fogni, ezt a pozíciót, de ebből is látszik, amit elmondtak, hogy random a játékuk, vagy randomabb, mint eddig. Most randomabb, tehát még nem látott, mert azért két napig pracoltak, tehát valamint azért... Há, mondjuk úgy, hogy az kb. Olyan volt, hogy így nem mutatkoztak egymásnak, kb. Ennyire volt ja, elég. Téged hogy hívnak? Guardian! Őt úgy hívják a képen, Chris G-nek vert egy fejlövést 3-3-ra. Jó, a kitógránát, Sunny leadja az infót, hogy bizony ott van ninjába. Ó, az a négy, jó lehet. Hú, ehhez képest. Szóval jellett rontva. Nothing, mindenképpen be kell ülni Guardiant, és ez meg is történik. Hát igazából el is kezdhetnék szedni, hogyha van egy defkit. Nothingnál van pont, de le kell lőni Promant, le is lövik, jön a defuse. 1-2, nem érkezik, hogy nyerték, bukták. Faze-nek. 800 plusz 1900 dollár, tehát összesen 2700, ami itt nyert, hát plusz a gyilkosságok a Faze-nál, úgyhogy valószínűleg újra lesz vásárlás. A timing pedig... Pedig Kerrigan nagyon megcsinálta volna ezt a kört, de mennyire érezte Nothing azt, hogy oda kell nézni középre, mert az most éppen üres, azt jól csinálta nagyon. Egyébként lehet, hogy beugrók tekintetében tényleg Chromen, mint kvázi aktívabb játékos, mert ugye Nothing tudod tavaly november óta, amióta nincs a Cloud9-ban. Shroudekkor. Áj, jó, oké, okay, de az most SE Open, vagy hát ilyen SE házgatás világos. Nem rossz, de azért mégsem a legmagasabb színvonal. Hát Chromen is eljátszott azért sokkal nagyobb színvonalon. Ez is igaz, én csak azt akarom mondani, hogy a két beugró közti különbség lehet az, ami végül is a Mouse Sports javára eldöntheti. Tehát, hogy Nothingnak nyilván ez a tapasztalata jóval nagyobb. De közben egyébként Nico, az egy fejlövés, 14 HP. Egyet. Így van. Nico. Hát igen, Román most erősebbnek bizonyult. Meg elmehetnek egymás mellett a füstbe. Sunny, a tűzzel játszik. És el is lépi magát, Kerrigan ezt hallja, Rizsé közben elő egyet B-n, és Kerrigan pedig bekerült a Nothingot. Rizsé hibázik egyet viszont B-házra, a bombát felkapja Guardian, és olyan messzire fog futni, amennyire lehet, viszi már is ára. Rizsé viszont ezt nem szeretné hagyni. Rizsé be fogja nekünk mutatni az agresszív VRAVP-zést, amikor a lehető leg... és mekkora plot twist, gyerekek, visszaviszik B-re, amikor meghallották. Hogy fut középre. A bomba így le fog kerülni. Megy ki egy vakító. Azért ez eléggé... Igen, furcsa volt, hogy már még a úgy döntött, hogy a levegőbe kéne felhúzni az AVP-t. Lehet, hogy kicsit hamarabb kellett volna, vagy nem tudom. Vagy pisztollyal kiugrani. Az AVP-zés ez nagyon szuperhős sztály volt. Leugrok és lövök két núzumot, vagy mi lett volna a terv? Maga az ez elég stabil volt. Igazából itt Kerrigan az, hogy mindenkit lekerült és kettőt tudott tölni, ez önmagában sok volt. Ez eldöntötte ezt a kört. Újra nyerekben a Faze. Természetesen azért a Magus Sports két kör alatt, amit lehozott, tudott annyit spórolni, hogy most tudjanak vásárolni. Még azt is lehet mondani, hogy öt füstjük van. Némi vakító, nem olyan rossz.
mivel lehetne jobb is. Most ezzel kell gazdálkodniuk. Na meg persze Chris G-vel, aki továbbra is erős az AVP-vel, de rendkívül erős, hozzáteszem. Roman vezetheti a sort, indulnak is, savakító után. Sunny elővi magát, abból így nem lesz gyilkosság. Megérkezik Chris G, második gyilkosság, harmadik, lehetett volna. Hát ez hihetetlen, Rain éri túl. Megérkezik, mondjuk. Eddig érte túl mindössze Rain. Chris G mindent megtett, azt lehet mondani. Hát még többet is talán. Kerrigan, felövi Nothingot, a timing. Mekkora mázdik. Robs a 5-7, de viszont sokkal nehezebben fog fregelni, így is van. Sticko 1v2-be kerül. És hát eléggé messze van. Nem látott bombát lényegében a mához, neki ott kellett maradni az M4-jel. 1v2 még nem hozhatatlan, kit lesz, minden igaz, itt a lerakó környékén. Nico röviden, neki le van téve a bomba. Kerrigan 3k6, megvan bizony. Nagyon előző körben 2, most 3. Korábban is kiemeltük, hogy mennyire megy neki. Úgyhogy most nem lehet panasz a senkinek sem a phase in-game leaderére. Illetve jelenlegi állása sem. Már hogyha a phase-szurkolóról beszélünk azért. Ezek a killek Krizsétől elég szépek voltak. Még talán, hogyha timing alatt megvan mindenki Rain is, és nem hal meg. Vagy éppen hamarabb ér oda a csapattársak anyjába. Sokkal máshogy alakulhatott van azért ez a kör. A brazil pólókról jut eszembe, hogy kell is az biztatás a braziloknak, mert Svájc ellen nem sikerült a VB-n nyerni. Csak hogy így. Azért azoknak, akik követik a focit, ők is ki legyenek elégítve. Guardian számít arra, hogy kijön füstből Chris J, majd Nothingra egy óriási quickscope-ot lő. Na ez az a Guardian, amit, akit mi ismerünk. Most egy pár körig nem tudott Chris J miatt érvényesülni, általában illetve az előző körben őt likvidálta, de most szépen bemutatkozik a 9. körben. Van még P250 Fiveson és egy USP Mausportsnál. Hasonló kört már Sunny megoldott, most is játékban van, de azt hiszem, hogy ez most nem fog sikerülni, pláne, hogy csak egy darab játékos van. Igen, a 5-7-nál. Micsoda zoom, gyerekek. Nem rossz a sebzés egyébként. Nem lövi el magát, Robs, ez jó. Most sem lövi. Hát egyébként már megvan. Lehetett volna ott akár több is. A másik két játék sem még Roman által fog meghalni. Próbáltak refregálni, csak az a baj, hogy egyesével néztek rá. Refreg potenciál azért volt, de nem a pisztolyokkal. És itt a... De ott volt az árnyék. Az az árnyék, na várjál, és ez is... Szép volt Guardian-től. 10-4. Közel 121-es ADR. Újra tud vásárolni a Mouse Sports. AVP nem jut Chris J-nek. Na, Guardian áttolja a füstöt. Az nagyon nagy ötlet lett volna, de azért az... És még mindig ott van Sticko. Ez nagyon meggondolatlan volt szerintem Stickbotot. Úgy, hogy Guardian már egyszer előtte magát, valóban. Röviden van biztos info. Kettő játékos, most erre számít-e Guardian? Most, hogy előtte Chris J, de van még, és számít rá, bizonyám. Ez azért igazi B-véd, de most sikerült hárman védeniük B-t. Négyen, most már. Mondani, le is kerül így ára. Guardian konkrétan majdnem, hogy egyedül terelt. És a terelés az még enyhe kifejezés, mert gyakorlatilag likvidálta az egész B-védelmet. Ops. Függetlenül sietnie kell ára, mert itt még vannak veszélyek azért. Hát már meg nem lesz a kör a Mouse-nak, viszont még egy-két fegyvert el tudnak venni. Illetve akár egy-kettőt ki is tudnak menteni. Az OKM4 páros még jó is lenne. És akkor, hát egy force össze lehet hozni, még ha vásárlás nem is. Illetve még talán azt is. Hát nem tudom, mennyire akarnak $3200-ból M4-eket dobni. Értem, hogy semennyire érkezik a timeout. Ezúttal a Mouse Sports-tól. Abszolút Guardian köre volt.
ugye már ezelőtt is és most is. Mert persze ára tereltek, tehát taktikailag valószínűleg így is úgy is meg lett volna a kör, de hogyha nem tartja itt azt a 3-4 embert, azzal, hogy alapból rájuk lő, visszalőnek, fregel, próbálnak refregelni, úgyhogy nagy taktikai fölényük volt most a Faze-nek ebben a körben. Egyre csak nő ez a differencia. Korábban, amikor ezt láttuk, még volt visszatérés. Elég sokszor tapasztaltuk már ebben a BO5-ben, összességében 4 pálya alatt, hogy hiába nagy körkülönbség, mindkét csapatban megvan a potenciál a comebackre. Át fogja tolni a füstöt Guardian, ezt viszont nem kellett volna. Nothing egy óriási fejlővést küld, Rain válaszol, teljesen vak. Robs, el kell füstölnie jungle-t, amivel lehetőséget ad, és ki is nédelik. Hát az a csúnya, hogy jungle-be ugye T-ként akarunk füstöt dobni, ehhez képest Robs magát füstölte ki, aztán pedig halt meg gránátokba. Chromian várja a füstből kiérkezőket, és duplázni tud! Itt a vége ennek a körnek, és hát hölgyeim és uraim, a MAU Sports egész egyszerűen nem tudja lereagálni a Faze-nek a támadó köreit, és teljesen mindegy, hogy milyen pályán vagyunk, mind a két csapat T oldalon dominál. Deja vu-n van, eléggé. Deja vu? Az is. És locsolod rendesen? Itt egy pohár víz, nézd Robi. Meglocsollak. Ne. Jó. A kést is elraktam. Ez késő van. Mielőtt még meggondolatlan a dolgot teszem. Nem szabad, pici nap végén visszakapod. Giordano Bruno kéri az ökölpacsit. És itt láthatjuk Roman akcióját. Egy újabb időkérés, ugye? Igazam van, vagy igazam van? Nem, csak nem dobnak be minket még a játékképbe. A Faze Clan szurkolók érzik az energiát. Nem csodálom. Egyébként tegnap az SK meccsen többen voltak. Hát nem is értem miért, közben egyes serével maradtunk le. Így azért nem feltétlenül érdekeltek a nézők, már no offense, senki felé. Üzsé, tudod, a Faze Clan szurkolók meg pláne nem, igaz, pici? Hát csak válasz. Azért, mert a prediction boardon mouse tettél, hát csak ebből indultam ki. Ugye? Nem gond, hát most előfordul. Előfordul, hogy rosszul dönt az ember. Bár a 3-1 az tőlem is arrogáns volt, de a 3-2 Faceline javára az még simán benne van. No de, Guardian. Én mire jutam itt talán. Last 2 lesz a Decider, nagyon jó. Sunny. Na, Guardian, júj, a quickscope nem segít, még szerencsé, hogy vakították Sunnyt, különben nagy bajba lett volna. Guardian, nothing. Ezúttal ez a sneaky pikizés nem jött össze. Ez 10-2. 5 kör. Ez a minimum, amit a MAU Sportsnak hoznia kell, minden más... Hát ez nem lesz 5. Bukás, nem? 3, 4, talán. 5 nem lesz ebből. Vagy csak nem találnak ki valami spanyol viaszra hasonlító dolgot. Közben már közelítünk egyébként hajnali 3-hoz. Köszönjük mindenkinek, aki még mindig itt van velünk, és egészen elképesztőek vagytok. Természetesen mi vagyunk a legkirályabbak, hogy még ilyenkor is kasztolunk, de ti éltek a fele királyság. És még meg is halt egyébként közben. Utolsó mentő játékos is. Itt menteni akaró játékos mindössze. Amikor a kamera mit, téged kamera, néz, hello. És magadat látod, mit kéne csinálnom? Ez a... Megigazítom a hajamat. Leütöm Robit. Nem szabad. Akkor kocsit. Az se szabad. Egyébként... Jaj,
Mousesports T oldal is tök jó lehet, csak tényleg a minimum kört ki kell hozniuk magukból, és a pisztoly kört is nyerniük kell, tehát az, hogy jelen pillanatban a kettő körük van, Infernón is láttunk már hasonlót. Ja, de azt meg is nyerték, akkor bocs. Hát akkor lehet, hogy mégsem próbáltam egy hasonló pályát keresni, ahol volt Cobblestone. Egy... Cobblestone? Mikor? És melyik évben? És melyik versenyen? Majdnem átfertelek. Nothing. Húha, számít erre vajon a fészkán? Most már biztosan. Ó, Jordan! Jordan! Michael Jordan! Ja nem, az egy másik sportoló. Mr. Gilbert. Azaz. Ó, Rain. Hibákat ezért nem szoktunk meg tőle, és majdnem meg is halt ezért. Egy HP. Jaj, Istenem. Ez hogy számolja ki a játék? Micsoda matematika? Én matematika. Na, majd drops. 2 HP. 2 HP! Mi lesz a következő 3? Jú, gyerekek, 3 HP-ra lövik a következő játékost, én rendesen meg fogom könnyezni. Akkor 97-1 az AVP-vel. Guardian, jön a refrag. Itt is elkaphatja, bár most hibázik Guardian. Sudepikkel ki lehetett szedni egy lövést. Kis résen el tudja előni Guardiant, 21 HP-n, szlovák AVP-s. Ups, Stiko kicsit megpirul. Hát nem is kicsit, ez a probléma. Így most már a testlövés is valid. Rain, nézd, mind a ketten vakultak, és tényleg nem ügyesen egy... A norvégok ugye pont egyszerre léptek ki. Nagyon-nagyon gyakran mutatják a face class szurkolókat. Talán nem létezik itt Mousesports szurkoló, vagy egy... Már ott láttam egyébként az előző pályán. Igen? Na, akkor jó. Kettőt, egy hármat, ez se sok. Valakinél működik a facecam, valakinél nem, most jövök rá. A technika ördöge, 11-2. Ugye a vegyes felvágott Mousesportsnál. Na, egy Aztec. Mennyire fog ez működni? Hát igaz, az UMP-vel közel akár még fregelhet is, már hogyha ték bátrak lesznek és közel jönnek. Meg hogyha akár Krizsét egyébként még B-telet is neki, de ők kijönnek agresszívan, Nico pedig pont elfordul, és nem sikerül megint megölni a bosnyák játékos, egy HP, kettőn Krizsé, hát komédia lesz ebből. valóban, megint egy HP Nico, egészen fantasztikus. Rain. Nem, egyszerűen... Kromen nem is norvég, hanem dán. Kromen norvég. Én is úgy tudtam. Ez van, aki szerint a chaten dán. De hát ezt nagyon könnyen... A Hadden is látjuk egyébként. Tehát, igen, tessék ott a norvég zászló. Na jó, de az volt már, hogy hibázott. Kromen játszottam norekbe is. De itt van HLTV-n, az bizony egy norvég játékos. Hagyta magamat el bizonytalanítani. De hogy miért? Hát én ilyen hiszékeny vagyok, tudod. Jobb, Stiko. Hang lemaradt, de lényeg az, hogy lőtt egy entry-t B-re. Stiko AVP, hoppá, hoppá. Működik! A Nosu mellé megy, pedig milyen közel volt. És J hasonló núzomokkal. Pixcode nem jön össze, bele kell állni a füstbe, és megérkezik Nothing. Mr. Jordan. Rain, 44. Hozható-e? Mert föl tudja kapni, egy embert meg tud ölni. Chris. Na, jó, van 3 körük. De ebbe az a jó, hogy legalább... Ez nagyon a minimum kategória. Lesz fegyveres körük legalább egy. Legrosszabb esetben is. Kell a pisztolykör nekik, hogyha comeback-elni szeretnének, mindenféleképpen.
az MVP-s összehasonlítás közben. Hát jelen pillanat. Amúgy voltak olyan statok, amikor azt láthattuk, hogy Chris J vezette, és nem éppen Guardian volt az élen, most ez pont fordítva van. Hát igazából az összes pályán jobb volt valamennyivel Chris J. Most éppen nem, és látjuk is az eredményét. Három kör az édes kevés. Kicsit elfogyottam a húz valóban. És hát nem mondanám azt, hogy a mouse fogyott el feltétlenül. Kább a phase indult be. Egy kicsivel gyengébbek, nem. Hát valamilyen szinten a phase, de leginkább Guardian. Igen. Ez aki most eléggé teljesít, mert látjuk a pisztolykörben. Fog ez menni, ő most közepet tartja, de neki kell majd rotálni ára. Leghamarabb. Érkezik a támadás, Guardian elhullik nagyon hamar. Nagyon fontos játékos. Hát van neki jungle bait, le kell rakni majd a bombát. És kerül, majd utána meg is hal Chris J. Nagyon nagyon szép a fejes, Robz is meg tudja venni Rain-t. Roman nem szabad beengedni a konnektorba, ketten is néznek rá, viszont el kell fordulni a Nothing-nak. Stiko meghal. 2v3-ba még akár lehetne is visszafoglalni. Számítanak-e Sunny-ra? Nagyon jól helyezkedik Buick, Nothing-gal együtt, de 4 HP-val tud regálni, Robz pedig kinéz a P250, és már is megszerzi a triplát. Igenis van még potenciál ebben a mouse-ba. Kérdés, hogy mennyire fog ez majd még így kinőni, kigyökerezni. A fegy, egyébként a pisztolyok mind a két oldalon elhozták a T-pisztolyos köröket. Sőt, bocs, itt az első pisztolyos kört a mouse nyerte, tehát igazából Mirázson mind a két pisztolykört ők... Hogy 3-0-ban nyitott a phase, olyan régen volt már. Legalább, 3-0 a phase volt. Legalább 20 perccel ezelőtt. 3-0 a phase volt, igen. Igen, tehát azt lehet mondani, hogy 5-0 is volt. A T oldalon a phase hozta, és szintén T oldalon a mouse sports, ugye az első pisztolyos kört. Na, lássuk a CZ-ben megpróbálja-e Rain a dolgokat, ott leleznek darával valószínűleg falon keresztül. Így van, egy granát végez végül vele. Nothing folytatja, és nagyon szépen ment előre, hogy tudjon entrizni, és ezt meg is teszi. Ajjaj. Nico. Sunny, 4 HP-n. Az orkával. Meg is előjött Kerrigan, nagyon szép fejessel. Nico most már végül kiszedni Nikót is. Kerrigan viszont jön, egyes csere. Jutok egy SMG-t. Guardiannak ezt 1v2-ben hát nem szabadna lehoznia alapvetően. Esetleg azt a magfizet, ami előtte van, azt még összekaparhatja. És akkor talán plusz egy fegyvert tud majd dobni csapattársainak. Gyanítom, hogy inkább a magfizet dobja el, mint a dezit. Még esetleg itt vár a konnektorba egy Zalka, hát ha felé repül. Ez Fireboxnál lett előve, de inkább elfut. Majd most talán visszajön. De nem, nem kapja az infót. Vagy csak szintén nem hisz abban, hogy az AKR-re repülhetett akár. Egyre csak közelítenek ezek a bizonyos odzok. Most azért a Faceclan tartják eredményesebbnek, vagy hát esélyesebbnek a győzelemre. Nem értem, hogy miért egyébként. Oké. Hát ezen a pályán dominál. A tömegek mindig arra fognak szavazni, ahol éppen azt látják, hogy hú, vezet, akkor szavazok. De az a baj, hogy nem vezet, tehát ők mi csak egyenlíteni tudnak majd. Oké, csak ugye a ötödik pálya így, az olyan pálya lesz, amiről győztesen a phase jött, vagy phase érkezett. Olyan messze vannak már azok a mouse sports győzelmek, nem? Miközben mi meg nemrég győztünk egy pályán, tehát ez van egy ilyen faktor benne, általában ez a Navira is jellemző volt ugye a legutóbbi meccsékre. Az első BO3 küzdelmet elbukták, utána a másik kettőt meg hozták, nyerték, sajnos ez a faktor benne van. Most nyilván van a mouse-nak kell lehozni a hatodik körét. Picikét összeszedniük magukat. Mert valóban. Nekik 11 kör kell ahhoz, hogy befejezzék ezt a mérkőzést, ami most rengetegnek tűnik. Nico. Végül a Dizzy dobta egyébként Guardian, és Mag 10-et tartotta meg. Észtekbe futhat bele Mouse Sports. Lassan 5 CT is itt van, bár egyre a sebésekkel nem jönnek ki sokkal rosszabbul, csak Kerrigan kezdte a regelés, de utána már jönnek a válaszok, de nem feltétlenül a legjobban, Sunny 1v2-be kerül! Jézus Mária! A Mag 10-essel, a Desert-tel és az USP-kkel a Faceclan lehozza.
mondhatjuk, hogy az Echo körét, hiszen csak annyit maradt, amennyit. Ez majdnem az 5 USP-s kör volt reprezentálva. Hát azért, ha van egy deserted, az elég sokat jelent. Itt például a Sunny-nak sem. Na ez, ezek hogy beakadtak, ezek a fejlődések? De USP-kkel kezdték a fregelést, tehát... Jó. Nagyon belefutottak ebbe a vésztekbe. Valóban nem derítettek. Nem volt meg a... az info. Guardian viszont 4 HP-re sebződik, nagyon nagy mázlia van, hogy egyáltalán túlélte. És úgy, hogy igazából elég clean lehetőség volt. Hát benne van. Legjobbak is hibáznak, ugyanúgy, hogy Mousesports is hibázott az előző körben. Elég csúnya volt természetesen, tehát ezek azok a körök, amiket ilyen nagy fölénynél, vagy hát ilyen nagy hátránynál, hogyha Mousesports szemszögéből nézzük, nem kéne. Ugye, csinálni. De hát ez van, megtörtént, és hogyha nem tudnak túlendülni, akkor bizony nagyon gyorsan megyünk az utolsó pályára. Rain egy picit meg lett simogatva Robs által. Majd érkezik a jó öreg gyújtó. Nico pedig Ridge-jével tud végezni. Mindig van egy játékos, játék személyében, aki... Hát igen. Nem rosszak a fejesek egyébként. Stikóra gondoltam, hogy terelhet, nem pedig Nothingra, de ez a terelés annyira nem jött össze. Hát a Mach 10 sem lesz túl effektív. 14-5 érkezhet nagyon hamar mapponthoz a FaZe Clan. És tényleg egy nagyon kiélezett 5 pályás BO5-ös döntőhöz. Kerülhetünk nagyon hamar. Porszol, a Mauz nem akarnak hosszabbításra játszani, ők meg szeretnék nyerni a pályát, de nem ezzel a párpisztolyjal fogják szerintem, sőt van egy Galil is egyébként, de hát jó. Most ezt nem kellett folyatlan isteníteni ezt a vásárlást, mert közel sem olyan. Két CZ, két DZ, talán még erősebbik is, mint a Galil. Viszont van 3 füstjük, ami már teljesen alkalmas egy támadásra. Sőt, mindenre jó, csak... legyenek megfelelően helyezve. Ugye megvan a 2 desert, CZ, Galil, sőt 2 CZ, tehát igazából van ütőerő. És látjuk a gyilkosságokat, tehát ezért nem annyira remekkel most a Mousesports, tehát 5 körre nagyon nem is lehet természetesen. Ebből bizony egy 5-fős támadás lesz, nem lesz bait, itt pedig a védekezés korai szakaszában 2 vagy 3 játékos állhatja az útjukat. Attól függ, mikor indulnak be, és mennyire jól readelik ezt a CT-t. Guardian! Elcsipi Sunny-t, a második már hibázik, viszont nincs mivel egyelőre. Hát azok ugye inkben jungle-be, illetve lépcsőre mennek azok a füstök. Nico, hát ez nem volt a legjobb stream, amit valaha láttam, és Nothing is tud gyilkolni. Hát le tudják rakni a bombát 3v3-ba? Az most már szinte biztos. Rain, úristen, micsoda spray hibák! Ez nagyon durva, amiket csinál a FaZe ebben a körben, gyerekek! Nico 29 golyóból nem lőtt el, Rain 10-ből, és ezeket a dolgokat a profik büntetik. Mauz is bünteti, akármennyire legyenek most hátrányban és szétesve. Kromen. Járnak hosszabban még? Hát most már ez bomba lassan, de biztosan robbanni fog. Hát én még azért vissza-néz. A Nothing egyébként már átment volna a B-re, de vissza kellett nézni, hogy meghaltak ketten is. De függetlenül az AWP ment is meg fog történni, de nagyon kellett volna még ez a plusz 2 fegyver a Mauznak. Az az igazság, hogy még most sem tudta megoldani a Mauza problémákat. Most sem tudnak támadni feltétlenül, most jó. Nyertek egy kör, de ezt nem ők nyerték meg szerintem, hanem inkább a Facebook el. Abszolút igazad van, ez egy ingyen kör volt, amit adott nekik a FaZe. Meg kellett nyerni ugyan. Hát ennyi hiba után muszáj volt. Guardian hibázott, Rain hibázott, hát vagy bocsánat. Nico ezúttal nem hibázik, duplázik. Mindig életben van. Volt, bocsánat. Roman itt van, viszont már ideje korán. És már zár vissza Kerrigan is.
a lehetőség visszafoglalásra, és a füstön keresztül nyilvánvalóan, és kerüljön pedig a bombára. Robs. Na, Robs lesz 1v2, nézzük! Ó, az a maró... Román fut? Átrotál? Jó. Mire gondolhat a költő? Mert így most, veszít jó pár másodpercet, szerintem túl volt gondolva ez a dolog, úristen, meg aztán végképp. Hát a CT-ről érkezik, akkor semmire nem lesz idő. Csak hát ugye nincs info Robsról, utoljára ami volt, az meg... Igen, ez a kiskörnek köszönhető, amit megtett. Megkérdőjelezhető módon. Robsz és Robs. Elég egyszerű, kie volt azért már. Megoldja az 1v2-t. Így van, hogyha már az előző kettőt be tudta lőni, akkor ezt már miért nem? Miért ne tudta volna? Igazából miért ne adhatna a fész két kört a húznak csak úgy? Mármint persze... Hát furcsa volt Kroment, mert igazából abszolút nem egy megoldhatatlan kör tárult elérve az 1v1-ben, de valahogy nagyon félre lett. Én szerintem körbe akart menni Tész már, aztán rájött, hogy erre nem feltétlen lesz ideje. Ez pedig egy Echo Hoppika. Push. Ó, Sunny, ez csak egy ember, ez kevés lesz. Nothing, nem tudja, hogy hol nézzen. Nem szabadna hagyni, hogy fölvegyék az alkát, mert akkor fognak kezdődni a problémák. Hát pedig Rain most fölkapja ezt a bizonyos alka 47-es. Kroman megeszi a nédet, és még Robsot is. Illetve Robson csak megpróbálta. 4v3-ban mehet be a támadás, az AK-t pedig még mindig birtokolja a FaZe klán. Bomba le fog kerülni B-re, ez már kétségtelen. Nyilván nem az a kör, ami kell. A Rain-nél az az AK, ami ott van. Azt kellett nekik. És ezt ki is fogják hozni. Hát érdekes kérdés, hogy mint nagyon sokszor felmerül kritika Stikóval szemben, erről ő írt is. És Guardian ugye leírta, hogy tartson ki, mert hogy teljesen jó, jól illeszkedik a csapatból, és nyilván a Mouse is így van, hiszen hogyha nagyon problémás lenne, akkor már cseréltek volna. Egy ideig a határon táncolt, de már azért közel nem ott tartanak. Illetve nagyon sokszor azért azt látjuk, hogy Mouse-nak az arca azért Stikó, ő nyilatkozik, ő ad interjúkat. Illetve International rosterben talán ő a legjobb support talán. Rain azért nem az a main support a FaZe-ben. És akkor ugye Mouse jön itt, mint második legjobb csapat. Ilyen európai International felállása. Mix, aha, világos. Chris James egyelőre az AWP-vel rendíthetetlenül, mert már csinált Guardian is, és most úgy tűnik, hogy neki is bejön, megnyitja a lehetőséget, hogy bemenjenek. Sunny oldalba lövi Kroment, 3-4-re megvan az ember előny. Most már az idő előny is. Nothingról pedig nem vagyok benne biztos, hogy van, de van inforról a kettő is tartják. Jön a Molo is rá, nem tud megölni senkit. 3v3-ban most már viszont elég sok időt nyert, azért egy 5 másodpercet legalább. Ennyivel föltartani pedig a CT-ket, hát nagyjából annyi, hogy meg se kíséreljék a visszafoglalást. 14-9. Mennyi szufla van még a Mouse-ban? Illetve miért pont most kezdett el zárkózni? Lehet, hogy mégiscsak eltört bennük valami? Hát ha csak a FaZe-ben nem tört el valami, akkor nagyon más nem... Hiszem, hogy tehetne az ő zárkózásokról, vagy éppen az, hogy elkezdtek T oldalon, mint ahogy eddig mindig jobban játszani. Talán ez a legegyszerűbb magyarázat. Ez nagyon szép volt. Korábban egyébként ilyet például Guardian nem lőtt el, pedig egy az egyben ilyenre volt lehetőség, ez is csak egy kis apróság. És... Könnyen lehet, hogy most egy... Hát majdnem, de mégsem. Azt hiszem, hogy időkérés lesz. Az, hogy vannak alkák most a CT-knél, ez para lehet, pláne, hogyha Nikónál van. Rain 46 HP-n, próbálják Nikót szétdarálni.
Kettő darab HP-val éri túl, gyerekek. Sunny kapja, popolja le a gránátot. Pedig próbálna meggyújtani a molót, de többé kevésbé erre nincs lehetősége. Viszont most itt a call, hogy gyerekek, miért nem zárunk át? Nagyon úgy tűnik, hogy annyira megindultunk, hogy a CT-k ezt erre az átámadásra számítanak, tehát most lehet rotálni. Ugyanakkor itt hagyják Sunnyt, hogy azért csapjon némi zajt, és itt tartsa a CT-ket, ami kellene is fog. Azért Mirázson annyira gyorsan nem lehet átzárni egyik lerakóról a másikra, úgyhogy fontos legalább két embert eltereljen. Stiko vezeti a sort, nyilván kapni fog majd talán Robsztól esetleg? Most nekem nagyon úgy tűnik, hogy Robsz az másra áll be. Lehet, hogy egy dupla terelést láthatunk majd? Én most azon gondolkodtam, hogy... Bemegy esetleg Sunny is? Nára? És akkor... Igen, akkor viszont igen, csak ez az a baj, hogy három játékost itt fognak tartani, de a védekezés két játékossal fog megtörténni. 2-2-ben meg nehéz lesz téként trédelni. Nem mozdul el Kromen. Ugyanakkor Guardian már zár át. Meghal Nico. Huha. Kromen marad egyedül Bén, aki viszont meg tudja ölni Stikót. Sunnynak is annyi, hát most itt a B-védőkkel mi a fele történik? Most Guardian is nézni fogja a blokkot. Oké, hát akkor mentsük. Lesz is így pénzük igazából. Értve hát tudnak dobni egymásnak. És nullára kell venni. Még igazából itt ugye már do or die. Mapponnál. Egyenlíthet nagyon hamar maparányban a phase. És akkor mehetünk a Decider mapre a mai este, illetve reggel. Nem is tudom, hogy mondjam. Utolsó pályájára, Dust 2-re. Nagyon nagy bravúr kellene ahhoz, hogy 6 kört hozzon zsinórba, majd egy OT-t nyerjen adott esetben a Mouse Sports. Stiko 65 HP már ide, ideje korán Sunny 83 HP, de egyébként a CT csapat is megsínlette itt a gránátokat. Nico 57 HP-n. Sunny? És Kromen szorult be, most fogják kifüstölni. Hát jobb, mintha egy tüzet dobtak volna rá. Mire egyébként lett volna lehetősége Robsnak és Chris J-nek is. Kisebb hiba, de érkezik a refrag. Legalább ezt látjuk akkor a Mouse-nál. Nyilván az ember előny azért jobb lenne, de így, hogy egy-egyel cserélnek T oldalról, még mindig nem rossz. Főleg, hogyha Sunny itt bebír sneakelni. Jó elkerítős. Kroment ki kell szedni. Nem ide néz, van egy játékos, megvan ő is. Rain egyedül. Án. Érkezhet be nagyon hamar a támadás. Azt furcsálom, hogy egyébként még nem mozdultak meg. Hosszúra, B-rövidre. Már most Connectot tartja Guardian. Tehát lassan, biztosan Kerrigan át fog zárni. Stiko viszont érkezni fog B-re. Többi játékossal együtt. Hát ez nem lesz a legjobb hívás. Itt CT is itt van. Guardian nem hibázik jelen pillanatban az AWP-vel. Most kellene meggondolnia magát, talán téknek, de nem, ők bejönnek így is. Nem jön hátulról időben Sunny, Robs átugrott, de tartja őt Guardian. Nincs idő. Nem ennek itt a vége. Ha csak. Esetleg. Ha csak. Robs. Ha. Rossz helyre megy a hát, de Guardiantől megvan a flick. Nem, egyszerűen. Nagyon kevés kört hozott a Mouse CT oldalról. Ők választották be magukat számukra előnyösebb oldalra, de ez mégsem a T volt. Jobban csinál, vagy jól csinálták ezt a T oldalt, tehát azért azt láthattuk, hogy